Az ukrán Hock kénytelen lesz korlátozási ütemtervet alkalmazni az ipari villamos energiafogyasztás terén abban az esetben, ha tavasszal és nyáron az erőművek javítási munkálatai eredményeként hiány lép fel a rendszerben. Jelentette be Volodymyr Kudricki, a társaság vezetője a Telemaraton adásában. Megjegyezte, hogy az orosz támadások miatt jelentős károk keletkeztek az ukrán energiarendszerben, ezért az erőművekben, többek között az atomerőművekben, években javítási munkálatok kezdődtek el. Emiatt tavasszal és nyáron időnként csökkenni fog a termelői kapacitás. Kudricki elmondta, hogy az Ukrenerho azt tervezi, hogy Európából importálja az áramot, és ha ez nem lesz elegendő, akkor a szomszédos országokból sürgősségi segélyt fog bevonni a rendszerbe, vagy bizonyos fogyasztáskorlátozási ütemterveket alkalmaz az ipar számára ugyanakkor kijelentette hogy jelenleg ukrajna nem tervezi a lakosság áramellátására vonatkozó korlátozások alkalmazását